Nem mindennapi sikerben volt része a Bagi Arany János általános iskola 4. A osztályának, hiszen bekerültek a Magyar Televízió gyermekcsatornáján futó, a legokosabb osztály című vetélkedőbe. A versenybe jutás rangját tovább növeli, hogy határon túli iskolák is jelentkezhettek. Az élményekről a Bagi iskolát képviselő gyerekek osztályfőnöke számolt be. A bátor iskolák jelentkeztek. Igazgatóasszony látott az osztályban annyi tehetséget, hogy méltók vagyunk arra, hogy jelentkezzünk a versenyre, és így bekerültünk a válogatásba. Nagy dolog, hiszen az országból, illetve a határon túli iskolákból mindösszesen 8 osztály kerülhetett be ebbe a versenybe. Ősszel már volt egy műsorfolyam, amiben jelentkeztünk, de akkor nem kerültünk be, és most a tavaszi versenybe viszont bekerültünk. Láttuk a műsort a tévébe, ennek alapján készült az osztály. Igazából nem volt nehéz, mert egy nagyon sokoldalú és nagyon tehetséges osztályról volt szó. A játékos kedvük, az együttműködő képesség, készségük és a vállalkozó szellemük volt az, ami minket úgymond sikerhez juttatott, hiszen 2 fordulóban ott voltunk, és fej-fej mellett küzdöttek a csapatok. Az első alkalommal 1 ponttal nyertük meg mi is, tehát az ellenfelünk is nagyon remek volt, és a második fordulóban már egy kicsikével azért lemaradtunk, de hát így is nagyon nagy élménybe volt része a gyerekeknek, és hát nekem is. Arról, hogy miért épp a 4. A osztály képviselte az iskolát, Szászíné Győri Éva iskolaigazgató beszélt. Az M2 megkereste az iskolákat, hogy lenne ilyen osztályok, amelyiket alkalmasnak gondolja az iskola igazgatása vezetősége arra, hogy benevezze egy ilyen versenyre. Hát mondjuk nagyon tényleg sok osztályon gondolkodtam, mert mindenhol vannak tehetséges gyerekeink. Végülis Erikával beszéltük meg, és ő volt partner abban, hogy mivel 3.-4. hirdették meg ezt a versenyt, ők 4. osztályosok, úgy gondoltam, hogy a 3.-osoknak még van esélye arra, hogy jövőre vagy akármikor egy hasonló versenyen részt vessenek. És mivel Erika partner volt, és az osztály összetétele is olyan, hogy sok mindenben tehetségesek, akár az éneklésben, tudásban, versmondásban, így akkor őket beneveztük végül közös megegyezéssel. A kiválasztott osztály rengeteg emlékkel gazdagodott a verseny felkészülése alatt, hiszen az iskolában forgatott a köztévé, és még egy híres csapatkapitányt is kaptak. Vágó Zsuzsi volt a csapatkapitányunk. Hát nagyon nagy izgalom előzte meg a forgatási napot. A gyerekeknek nem volt szabad tudniuk róla. Igazgatóasszony és én őriztük a titkot. Hát én bevallom őszintén, Vágó Zsuzsit nem ismertem korábban, ő az Operett Színháznak a művésznője, és én az Operett Színházba ritkábban fordulok meg, de természetesen, amikor megtudtam, hogy ő lesz a csapatkapitányunk, akkor utána néztem, és hát nehéz volt a gyerekeknek nem elárulni. Ők tényleg fiút vártak, Vastag Csabának örültek volna, tehát amikor a Zsuzsi belépett igazából, a megnyerő személyisége, a kellemes külleme, és hát a lányok szívét nagyon megdobogtatta, mert a lányok megörültek, hogy lány. Nagyon hamar összebarátkoztak, Zsuzsi egy végtelenül kedves teremtés, rendkívül egyszerű, és hát nagyon jól érezte magát a Bagi iskolába. Oly annyira, hogy felajánlotta, hogy bármikor szívesen eljön a településünkre, és én azonnal éltem is ezzel a felajánlással, és meghívtuk őt a tavaszi versmondó versenyünkre. Itt volt és zsűrizett, és hát nagyon jó kapcsolat alakult ki az osztály és ő közötte, és a jövő tanévben meg fogjuk őt nézni az Operett Színházban, mert játszik egy darabban, ami gyerekeknek szóló mesedarab, méghozzá az Ördögölő Józsiás, és ott leszünk szeptemberben ezen az előadáson. A versenyre való felkészülési idő nagyon rövid volt, de ezzel is könnyedén megbirkóztak a tehetséges gyerekek. A feladat típusokat tudtam, mert hiszen láttam az adást, és a felkészülés a tanítási órákon zajlott, mert a játékoknak a típusát úgy építettem be a tanítási óra menetébe, hogy tulajdonképpen azzal a tananyaggal, amit éppen tanulunk, azt a fajta típusú játékot tudtuk gyakorolni. És persze azért volt 1-2 olyan napunk a délelőtt folyamán, amikor kifejezetten és kimondottan a verseny feladat típusait, amik nem is feladatok, hanem játékok, azokat gyakorolni. És azon a napon, amikor a Vágó Zsuzsi itt volt velünk, akkor az egész délelőtt arról szólt, hogy a Zsuzsi is még tréningezte a gyerekeket a játékra, activity-t játszottak, memória játékot, így készültünk. Igazából a felkészülés nem volt hosszú ideig tartó munka, mert a gyerekek a forgatás előtt szinte 1 héttel tudták meg, hogy mibe fognak részt venni, és előtte pedig nem volt szabad a titkot elárulni.
A kisiskolások megosztották kedvenc élményüket a vetélkedőről, és Vágó Zsuzsi operett énekesről is. Hát nekem nagyon tetszett a verseny, én legjobban a fizikázót élveztem, mert azok ilyen fizikai feladatok voltak, és az nekem nagyon tetszett. Hát volt ilyen, aki ilyen nagyon jó feladatok, a sózó, jöttek be ilyen híres emberek, és bemutatták, hogy ők mit csinálnak. Srácok, nektek mi volt a kedvenc feladatotok a versenyen? Nekem a tapikázó. És meséld el, mi volt ebbe a tapikázóba? Hát volt narancs, a dobozva is, Rikó kitalálta. A világhálózó tetszett nekem a legjobban, meg a sózó. Csapatkapitányotok, Vágó Zsuzsi, ugye operett énekes, vele milyen kapcsolatot tudtatok összehozni? Kedves volt veletek? Igen, nagyon kedves volt, és amikor megismertük, igazából azt hittük, hogy fiú lesz, de jobban örültünk neki, hogy lány. És Vágó Zsuzsihoz lesz még a kérdésem, és miért örültetek jobban, hogy lány? Te miért örültél neki? Hát, hogy lányos dolgokat csinálhatunk vele, és nagyon örültünk, hogy ő lett, és nagyon kedves. Hát én nagyon jól éreztem magam, és bár nem nyertük meg a legokosabb osztályt, egy fantasztikus tévéműsor részesei lehetünk, és nekem az extrázó meg az állatozó tetszett a legjobban, mivel hogy az állatok nagy barátja vagyok. A település polgármestere Tóth Gábor külön köszöntötte az ifjakat, és még egy meglepetéssel is készült. Szervusztok gyerekek, én magam is azért jöttem, hogy gratuláljak nektek azért az eredményért, amit a magyar televízió nagy nyilvánosság előtt értetek el, és a legokosabb osztály vetélkedő sorozatban, ha jól tudom, akkor a harmadik, negyedik helyezést megosztva sikerült elérnetek. Büszkék vagyunk nagyon arra a teljesítményre, amit nyújtottatok, és szeretnénk ezt mindenféleképpen az önkormányzat részéről nektek egy inspiratív módon kifejezni, és ennek jegyében az az osztály, a negyedik osztály, aki ezt elérte, ez június 16-án a Campónába kap egy utazási lehetőséget, busszal szállítva oda-vissza, és ott a tengeri állatokat, vízi állatokat és sok minden mást meg tudtok nézni, illetve egy ebéd is jár majd ehhez a kis kiránduláshoz. Az ajándékkirándulás az igazgatónő szerint is nagy jelentőséggel bír. 16-án a Campónába fogunk tudni elmenni a gyerekekkel. Azt gondolom, hogy nagyon, mivel nagyon vegyes az iskolának az összetétele, ennek az osztálynak is vegyes az összetétele, nagyon sok gyerek a családdal, a szülőkkel nem tud elmenni ilyen helyekre, és ezért nagy érték nekünk ez az ajándék, mert ezeket a gyerekeket is el tudjuk vinni olyan helyre, amire esetleg az életükben nem lenne lehetőségük önmaguktól elmenni.